következő kísérletben a napelemek működésének néhány tulajdonságát nézzük meg. Ehhez segítségül egy kis napelemet fogunk használni, egy UV-lámpát, illetve egy multimétert az áramerősség mérésére, illetve a feszültség mérésére. A kísérletünk első részében letakaratlanul, tehát teljes felületén éri a napsugárzás, vagyis most ez esetben az UV-lámpa a napelemünket, és leolvasva ez az érték 0,34 ezred volt lesz. A kísérletünk második felében letakarom a napelemeknek az 50%-át, ez esetben 0,25 ezred volt lesz az érték. A következőkben pedig letakarom a cellák 75%-át, és így ekkor 0,17 ezred lesz a mért értékünk. Vagyis következtetésképpen minél nagyobb a cellákra eső fénynek a mennyisége, annál több áramot fog nekünk előállítani. Ennek köszönhetően ugye levonhatjuk azt a következtetést, hogy nagy, magas napsütéses órák számon rendelkező területre érdemes napelemeket kihelyezni, ahhoz, hogy gazdaságosan működhessenek.